Az egyik emberke mondta, az elbetűs emberke, hogy neki is, hogy halmát eszik, azért nem akar. Én először azt hittem, hogy fog égni a gyomra, és azért nem, de nem, hanem azért, mert neki is férzik az énje tőle. És mondtam, már ciklon kell, meg nem tudom, igazság szerint meg kell pucolni az almát, és akkor nem vérzik az énje tőle. Mert valószínűleg valamelyik ilyen viasz, ugye a viaszok azok zsírok, tudjuk, tehát valamilyen viaszos rész az alma hajába, ami ugye ott tudjuk, hogy ott jelen van, arra csinál energiát a nyálkahártya által nem annyira védett szájbélése. Majd utána ezt a szót, na mindegy. De igazából nem csak ez lehet, hanem igazából, hát ő is egy sovány srác, soványabb, nem olyan sovány, de na, nem egy túl nagy izomkolosszus. Igazából az is lehet, hogy van egy olyan feedback a rágóizmok területén az állkapocsnál, és ugye tudjuk, hogy a kiálló állkapocs az egy erős testalkatra utal, na most van egy ilyen, mint ahogy felfedezték az orosz űrhajósoknak, ugye mi csináltak cipőt, hogy ne sajtjuljanak el a lábaik, mert ugye a lábba és a talpban van egy reflex, hát nyilván minél többet jársz, ugye annál több impulzus ér a talpadat az életbe, és annál erősebbé növekednek a szervezetbe a lábak. Nyilván ez ugye az űrben nincs meg, ezért egy lábmasszírozóval oldották ők meg azt, hogy tehát hiába próbáltak ők bármilyen edzést csinálni, akkor is elsajnyodtak az izmaik, mert nem volt meg ez a lábmasszás. A lábmasszás viszont önmagában izom munka nélkül felfokozta az izomdombost a lábakba, és tartotta a színvonalat, tehát nem bomlottak el ezek a szövetek, az izomszövetek. És elképzelhető, hogy nagyon egyszerűen van egy hasonló feedback reakció az állkapocs részen is, ez az alsó állkapocs, ugye a rágóizmok területén, mert nyilvánvaló, hogy ugye minél többet rág az illető, tehát ugye annál több ételhez is jut, és akkor annál több betraktározhat el a szervezetében. Ha nem rágja meg az ennivalót, hanem csak nyeli, akkor viszont a szervezet nem tudja, hogy sok ételhez jutott, mert nem fáradtak el ezek a rágóizmok, és nem termelődött elég nyár, és nem mit tudom én. És akkor ezért ő nem használja fel a szervezetbe ezeket a dolgokat, vagy nem indul be annyira a felszívódásra esetleg. Tehát összefüggésbe lehet ezzel is. És ugye hát az előbbekben elhangzott azzal is, hogy hát ugye akkor a zsír felszívódás is ebbe problémák, de ezt meg kell kérdeznem, hogy van neki ilyen. És ez a feedback dolog szerintem ez is működik, ez is létezik, és ez is nagyon érdekes dolog, hogy egy ilyen rágás gumicsont embernek is gumicsont rágás feedbackkel mondjuk lehet az izomtónusát fokozni, vagy a felszívódását fokozni, vagy bármi más egyebet. Gyakorlatilag ugye ezzel visszaállítjuk a régi körülményeket, amikor nem ilyen bépeket, meg ilyen szarnálnokra eltettek az emberek, hanem akkor bizony le kellett cibálni a szemfoggal és a többi fogakkal, a metszőkkel, és így tovább le kellett cibálni a húst is, meg kellett rágni a főtlen gyökereket, és így tovább, és így tovább. Tehát ugye ezek kiestek, és akkor nyilván ezért sok probléma. Ugye egy egyszerű ilyen rágó izom, olyan, mint például van a kutyagumi nálunk, az a gumigyűrű, amivel ugye a kéz, a szorítás izmait lehet erősíteni, egy olyan arra ki lehet találni mondjuk a szájizmaira is, hogy ilyen rágó gyűrű vagy valami, és akkor azzal lehetne a testalkatot javítani. Különösebb, nem is az a lényeg, hogy nem kell tornázni, mert tornázni is kell mellé, de mind a mellett jobb hatásfokot érhetne az ember ezáltal, tehát a rágóizmokos feedbackkel.